mindenkit a videócsatornánkon. Viszont így előjáróban, az intróban szeretném elmondani, mert nem mindenki tudta összerakni teljesen a képet az előző videóimból, illetve a tekintetben, hogy Shelly's Dream tenyészet. Tehát a Shelly's Dream Maine Coon macska tenyészetnek én vagyok a tulajdonosa. Enyém a Facebookon lévő lájkolós Shelly's Dream tenyészet, vagy Shelly's Dream Maine Coon Cuttery is, oldal is, illetve még a weboldalunkon is megtalálhattok minket, ami pedig a www.maine-coon.hu. Úgyhogy ezt csak azért szerettem volna elmondani, mert az előző videóimra érkezett olyan kérdés is, és megkeresés, hogy te vagy az, aki csinálta azokat a videókat, úgyhogy most így egy kicsit bővebben ezt el szerettem volna mondani. A mai videó témája az pedig egy klasszikusnak mondható kérdezz-felelek videó lesz, mert egy nagyon lelkes, fiatal, leendő gazditól rengeteg kérdést kaptam, aminek egyébként nagyon örültem, és ebből adódóan úgy gondoltam, hogy ezeket videó keretein belül megválaszolom nektek. Hát, ha találtok benne számotokra hasznos válaszokat, információkat. Amit tudni kell erről az érdeklődőről, és aminek külön nagyon örülök, hogy egy fiatal kis hölgy, akinek jelenleg még nincsen Maine Coon macskája, illetve macskája, de már most a kérdéseiből is látom, hogy nagyon tudatosan készül arra, hogy felelősségteljes gazdija legyen majd a cicáinak. Úgyhogy én ennek külön nagyon örülök, és nagyon örültem. Úgyhogy most fogadjátok itt szeretettel a kérdéseket. Tényleg próbálom majd úgy megválaszolni őket, hogy a jelenlegi tudásomnak megfelelően értékes infók legyenek számotokra a válaszok. Úgyhogy most ez a dolog úgy fog kinézni, hogy én felolvasom az ő kérdéseit, és akkor a válaszokban pedig megválaszolom. Az első kérdése: szia! Rengeteg kérdésem lenne, szóval feltenném, amik számomra fontosak. Egy Maine Coon kis cicának mekkora az ideális kaparófa, macska WC és a többi. Tervben van, hogy esetleg jövőre lehet cicám, és fel szeretnék rá készülni. Szuper! Ennek nagyon örülök, hogy már azelőtt, hogy lefoglalni egy kis cicát, próbál felkészülni és információkat szerezni a fajtáról, illetve a macskatartásról. A macska WC-kről, toalettekről az előző videóimból már láthattatok egy összefoglalót, hogy én mi az, amit javasolok Maine Coon macskáknak. Mindenképpen nagy legyen és kényelmes. Természetesen alomra vannak szoktatva ezek a macskák, tehát bármekkora a létező legkisebb almos toalettet is tálat megtalálják, és beletalálnak majd, ebbe egészen biztosak lehettek. De azt gondolom, hogy szuper, hogyha minél nagyobb lévén, hogy ez egy nagy testű fajta, aki majd meg fog nőni nagyra, legyen számára kényelmes a macska toalett. Én nem szoktam, tehát nálam úgy vannak szoktatva a kis cicák, hogy nem szoktam rajta hagyni a toalett fedelét.
Ennek csak a saját kényelmem és a praktikum az oka. Elég sok halmostálam van itthon, ahhoz, hogy naponta kétszer takarítva legyenek, folyamatosan le kellene vennem a tetőt, és így, hogy nincsenek rajta az ajtók, így nem kell levennem semmit, hanem kényelmesen kiszedem a kis gombócokat az alomból, mert mi csomósodó macskaalmot használunk. Arról, hogy milyen macskaalmot használunk, mi az Aldinak a Sá nevű csomósodó bentonit alapú almát használjuk, de erről is már találhattok az előző videómban egy részletesebb tájékoztatót. Mekkora az ideális kaparófa? Hát első és a legfontosabb, hogy legyen kaparófája a cicának, hogyha nem szeretnétek azt, hogy a bútorokat használja kaparófának. Én ebből is a nagyokat szeretem, és előnyben részesítem a drapakinak a kaparófáit, mert meglehetősen közben itt a kis cicám próbálná leszedni a kamerát. Tehát mi a drapaki macska bútorait részesítjük előnyben. Zooplusról is vannak bútoraink, egyébként a Zooplus bútorokkal is teljesen elégedett vagyok. Annyi a különbség, hogy nem annyira strapabíróak. Tehát mondjuk egy Zoopluszos bútor nálam körülbelül 2-3 évig bírja a kaparászást és a gyűrődést, addig a drapaki, ami oké, sokkal drágább, mint a Zooplus, de egyrészt garanciális, másfelől pedig évekig ugyanolyan, mint amikor meghozták magát a bútort. Tehát szuper jó állapotban van, és sokkal vastagabb maga a kaparó törzse, mint az egyéb kereskedelemben lévő bútoroknak. A szizál is, amivel körbe van tekerve a bútor, az is vastagabb, jobb minőségű, érezhetően, láthatóan, kevésbé tudják a cicák szétszedni, mint egy olcsóbb, ám bár silányabb minőségű bútort. Úgyhogy én mindenképpen a lejtező legnagyobb és legkényelmesebb, macskák számára legkényelmesebb, strapabíróbb kaparó bútorokat javasolnám nektek Maine Coon macska mellé. Következő kérdés. Milyen márkájú kefe a legjobb számukra? A Zooplus és az ABC Zoo oldalon szoktam nézni a keféket, rengeteg van belőlük, és fésük vannak. Fésük is vannak. Oké. Hát én a kefékben, mondjuk nekem kisállatkozmetikusi végzettségem is van, szoktam nézni a márkát. De ez nálam szakmai ártalom. Én azt gondolom, hogy egy kedvenc gazdinak ne a márka legyen a kefék tekintetében a legfontosabb, de azért elmondom az én kis titkomat, az Oster keféket én imádom. Most nem, ez egy kérdezfelelek videó, nem pedig egy termékbemutató, úgyhogy most nem hoztam magammal kefét. De én az olyan keféket szeretem, ami sűrű fogazatú, hogyha így végig simítom a kezemmel, akkor az a fém, ami a fogazata az nem szúr, nem bánt, puhább, jóval puhább, mint egyéb kefék, széles, terebélyes, de tényleg nagyon sűrű fogazatú, hogy a csomókat és az elhalt szőröket megfelelően el tudja távolítani. Az Oster keféket én nagyon szeretem, az az igazság, bár meglehetősen drágák. Én mindenféle állathigiéniai termékeket a Shell Bruha Kft-nél szoktam megvásárolni. Egész egyszerűen a kutyakozmetikusi múltamból kifolyólag én azt szoktam meg, hogy a kutyakozmetikai szaküzletbe bemegyek, Shell Bruhát nagyon szeretem, és én ott jól bevásárolok.
Úgyhogy ha szeretnétek esetleg itt most kommentbe kérek egy jelzést, vagy egy kommentet, hogy szeretnétek külön egy shellbruhás termékbemutató videót, nagyon szívesen készítek nektek, mert én imádom a termékeiket, úgyhogy itt a kis hölgy a márkát kérdezte, shellbruha, Oster, szuper jó. Mekkora jó szállító box? Mekkora jó szállító box? Nagy! Nagy. Főleg, hogy én azt vettem észre, nem mindegyik macskánál, de egy-két macska klausztrofóbiás. Nem is, sokan azt mondják, hogy az utazást nem bírja. Hát én nem ezt vettem észre, én sokkal inkább azt vettem észre, hogy a szállító boxot nem bírják sokan, és nem az utazást. Mert amikor tehát látok egy heves reakciót, mondjuk először van autóban, vagy másodszor, és nagyon erősen elkezd nyálazni, csöpög a nyála, látom, hogy teljesen ideges a macska, akkor kiszoktam venni őt a szállító boxból, és megnyugszik. Pedig ugyanúgy megyünk az autóval, tehát az autó nem áll. Úgyhogy én sajnos egy-két cica, kicsit klausztrofóbiás, úgyhogy én azt javaslom, hogy minél nagyobb legyen az a box, és minél inkább kényelmesebb a macska számára. Egyébként is nagy macskák, nagyobb macskák, mint egy átlagos házi macska, úgyhogy simán vegyétek meg a létező legnagyobbat. Én ezeket a műanyag dobozokat szeretem, bár hogyha műtétre mentek a cicával, akkor sokkal jobbak a műanyagok, de én sokkal jobban szeretem a szövetboxokat. Egyrészt praktikusan tárolható, tehát kinyitható, kicipzározható, elcsomagolható, másrészt várra akaszthatóak, vagy guríthatóak. Én ezeket nagyon szeretem, mert eléggé súlyos cicák, főleg már, hogyha majd megnőnek, és 4 éves koruk után teljesen kifejlett súlyban lesznek, úgyhogy én nagyon szeretem, nagyon kényelmes, amikor a vállamra tudom akasztani, vagy mit csinálsz ebből a papírral, te macsek? Vagy pedig húzni tudom azt a boxot, mert akkor tényleg nem kell emelgetnem. Kerámia tál legyen, rozsdamentes tál, vagy a műanyag a jó választás? Kerámia. Mindenképpen a kerámia. Én is teljesen áttértem a kerámia tálakra. Kevésbé zsírosodik itt a cicáknak az álla, és lesz miteszeres, és könnyebben takaríthatóak, szerintem, mint a műanyag tálak. És mi az az előkészület, ami szükséges, mielőtt cicát hoznék haza? Hát az első és a legfontosabb, az pontosan ez, hogy felkeres tenyésztőt, megkérdezi azt, ami fontos a macskatartással kapcsolatban és számára fontos, kiválaszt magának egy szimpatikus tenyészetet, kapcsolatot teremt vele, és még mielőtt lefoglalózná a cicát, tényleg felmegyünk ma az internetre, én is nagyon-nagyon sok blogbejegyzést írtam az elmúlt években. Ha valaki felmegy a weboldalamra, a hírek menüpontnál cikkek megtalálhatóak. Nagyon sokat írtam, pontosan azért, hogy segítselek titeket abban, hogy egyre kevesebb kérdéseitek legyenek, illetve megpróbáljam megválaszolni a számotokra releváns kérdéseket. Úgyhogy ha felmentek az oldalamra, akkor ott is rengeteg infót találtok, illetve vannak nagyon hasznos YouTube csatornák is, és természetesen a legfontosabb, hogy ismerjétek meg a fajtákat, és olyan, én nem feltétlenül azt mondom, hogy vegyetek Maine Coon macskát. Én azt mondom, hogy olyan fajtájú cicát
vásároljatok meg, ami a ti életmódotokhoz és személyiségetekhez a leginkább közelebb áll és passzol. Tehát, hogyha ti egy nagyon aktív, nagyon pörgős emberkék vagytok, akkor keressetek egy olyan fajtát, ami nagyon aktív, nagyon pörgős, és jön-megy egész nap, és magyaráz. Hogyha inkább kutyásabbak vagytok, és szeretnétek, mert tényleg a Maine Coont abszolút a kutyákhoz tudnám hasonlítani, akkor, de ez most kiragadtam egy tulajdonságot, tehát a Maine Coont-nak sokkal több pozitív és negatív tulajdonságai van egyaránt, de most ez nem ez a videónak a témája. Úgyhogy akkor tehát az a lényeg, hogy olyan cicát ismerjétek meg a fajtát, ez a lehető legfontosabb, olvassatok utána különböző fajtáknak, hogy milyen annak a fajtának a viselkedése, a személyisége, és az szerint választhatok fajtát. Elsősorban ne az alapján, hogy jaj, de szép, mert ott volt a Whiskas reklámban. Tehát ne ezek alapján, hanem elsősorban saját magatokkal legyetek tisztában, hogy ti milyenek vagytok, és utána indulhat a macskakeresés. Van az oldaladon a foglalásról is cikk? Hát teljesen külön cikk erről, hogy foglalás, erről nincs, erről még nem írtam. De ez nagyon egyszerűen történik nálam, nem tudom, hogy szerintem más tenyészeteknél is, de nálam úgy történik, hogy lehet személyesen, látogatás útján foglalni egy kiszemelt cicát, illetve lehet úgy is foglalózni, hogy mindig töltök fel képeket, videókat a megszületett kölykökről, és akkor egész egyszerűen e-mailes kapcsolatfelvétel után van egy foglalói előszerződésünk, és akkor ezt bankon keresztül is el lehet intézni. Tehát lényegében ez a két módja van. Én kizárólag hobbi célra keresek cicát, ne borítsd le a kamerát! Picór, ne borítsd le a kamerát! Én kizárólag hobbi célra keresek cicát, szóval az ivartalanítás nálam nem gond, mert az MC cicán kívül idővel majd szeretnék még cicát, persze őket is ki fogom ivartalanítani. Szóval érdekelne, hogy mennyire jó ötlet a macskaháló. Szuper jó ötlet! Erre az a rövid és tömör válaszom. Nem feltétlenül azért, mert most itt az a cél, hogy bebörtönözzük a macskákat. Tényleg egy óvatlan pillanatban, bármikor, nem direkt, tehát nem azért, mert el akar szökni, mert ő most ott kész, ki akar ugrani az erkélyen, vagy bárhol, hanem egész egyszerűen meglát valamit repülni, vagy meglát valami számára izgalmasat, el is felejti, hogy milyen magasan van, hol van, melyik dimenzióban van, már puff, ugrik, és kész is a baleset. Úgyhogy fontos lenne a macskaháló használata. Hobbi célra szánt cica ára mennyi szokott lenni? A törzskönyvet gondolom majd akkor kapom meg, ha felmutatom az ivartalanítási papírt, igaz? Minden tenyészetben mások az árak, de körülbelül 120 ezer és 150 ezer forint között szokott lenni egy kedvencnek vásárolt kölyök macska ára. A törzskönyvet így van, ivartalanítási kötelezettség után, melyet szerződésben is olvashatsz, és azt a szerződést aláírod a cica elvitelekor, az ivartalanítás megléte után postai úton eljutatom a törzskönyvet. Ivartalanítási papír, igen, illetve a kisállat egészségügyi kiskönyvben, amiben a macskának az oltásai is bent vannak, ott van egy olyan pici kis rublika, hogy az ivartalanítás ideje, dátum és egy pecsét is, egy állatorvosi pecsét. Tehát ha
én azt a kis oldalt ott megkapom, és olvashatom a pecsétet rajta, meg a dátumot, akkor az állatorvosnak a pecsétje természetesen, akkor az egy igazoló papír. XXL-es macska WC jó neki? Ezt már megbeszéltük. Milyen tápot esznek a kicsik amúgy? Nálunk most ebben a pillanatban a Hills-nek a kitten tápját eszik. Az az igazság, hogy én, ahogy olvashattátok, már csináltam egyszer egy táptesztet. Nem szoktam még le erről a szokásomról. Folyamatosan váltogatom a tápokat a kölyköknél is, és keresek, kutatok, azért, mert egyszerűen olyan széles spektrumban kaphatóak a kereskedelemben kitten tápok is, hogy én egyszerűen nem bírom ki, hogy ne próbáljak még ki valamit, amit eddig nem próbáltam ki. Úgyhogy most azt tudom elmondani, amit jelen pillanatban esznek a kölyök macskáim. De kipróbáltam már rengeteg mindent. A gabonamentes kitten tápok, hát egy-két kivétellel megmondom őszintén, hogy voltak vele problémáim, de azt is szoktam nekik adni. De nem annyira húsosak, és amikor megfogom a kölyköket, nem olyanok fogásra, testsúlyra, mint mondjuk például most a Hills-nek a kitenjétől. Úgyhogy most ezt teszik a cicáim. Jut eszembe jutalomfalatot szoktál nekik adni? Persze, hogy szoktam. Én elsősorban jutalomfalattal nevelem, és tanítom a cicáimat. Úgyhogy ez egy ilyen elengedhetetlen dolog nálam, de majd ezt egy következő videómban, hát akkor ezt most itt elárulom nektek, hogy a következő videóm témája a Zooplus-re lesz, úgyhogy egy Zooplus rendelésemet fogom nektek bemutatni. Majd ott erre visszatérek. Tudod, a Maine Coon cica mellé még tetszik a brit cica és a szibériai is. Szerinted hülyeség lenne, ha mindegyik cicából vennék egyet? Miért lenne hülyeség? Hát, hogyha mind a három tetszik, és te nem tenyésztő vagy, hanem kedvencnek vásárolod magad mellé, a Maine Coonról tudok nyilatkozni. Nagyon jól kijön más macskákkal, kutyákkal, sőt, a brit macskákról is tudok nyilatkozni. Szuper jól kijönnek a Maine Coon macskákkal. Teljesen más a vérmérsékletük és a természetük, mint a Maine Coonnak. Nem annyira játékosak, nem annyira rafináltak, csalafint a cicák, nyugodtabb. Bár a Maine Coon is egy iszonyatosan nyugis fajta, de a brit még a Maine Coonoknál is nyugisabb, úgyhogy nem, három különböző fajta is szuper lesz együtt, főleg brit, szibériai, Maine Coon kiváló. Az ivartalanítást hány hónapos koráig kell megejteni? Hát azért 7-8 hónapos koráig. Jó lenne, mert mind a nőstény, sőt vannak extrém esetek is, 5 hónaposan már ivarérett és ivarzik a cica, úgyhogy 7-8 hónapos koráig, ahogy ez a szerződésemben is benne van. A kandúroknál is. Mert MC cicánál elsősorban kandúrt szeretnék, viszont ha mondjuk aktuális lenne nekem, és nálad nőstény kis cicák lennének, akkor az sem lenne gond. Igen, a kandúroknál is. Mégpedig azért, mert most e tekintetben, hogy ivartalanítás, tehát a nemek tekintetében nincs igazából a különbség, úgyhogy ne várjuk meg, még ivarzani kezdenek az állatok lehetőség szerint.
Milyen márkájú jutalomfalatot adsz nekik, mert a Zó Plus és az ABC Zó oldalon is rengeteg van. Ezt a következő videómban majd látni fogjátok, úgyhogy aki még eddig nem tette meg, az mindenképpen iratkozzon fel a csatornámra, hogy ne maradjon majd le a következő videóról sem. Kedvencem, amikor kiírják azt, hogy fajta tiszta Maine Coon macska eladó meg ilyesmi, de törzskönyv igény szerint. Aki így írja, az valóban szaporító, ez igaz? Hát, az én olvasatomban szaporító, igen, mert ilyen nincs, hogy igény szerint. Azért egy normális egyesületnél, legalábbis az én egyesületemnél mindenképpen vannak szabályok. 8 hetes korig le kell jelentenünk a született almokat. Ha ezt nem tesszük meg, egyfelől pénzbüntetést kapunk, másfelől, ha ez kiderül, hogy mi nem jelentettünk le egy almot, és nem kértünk ki neki törzskönyvet, akkor minket úgy kivágnak az egyesületből, legalábbis a Felis Hungarica nevű egyesületnél ez itt Magyarországon így működik. Úgyhogy nálunk ilyen én és a Shelly's Dream tenyészet a Felis Hungarikához tartozik. Bővebb info az egyesületről, Google, weboldaluk, bárhol megtalálhatjátok őket. Hát nálunk biztosan nincs ilyen, mert akkor már nem lennénk ott tagok. Úgyhogy ha kell valakinek törzskönyv, ha nem kell valakinek törzskönyv, akkor is törzskönyvvel létezik az a cica, és ez egy nagyon fontos dolog. Ez megérne még plusz egy órás misét, de most itt a kérdezfelelekben erre most nincs idő és keret. Szoktam látni a jófogáson is, hogy Maine Coon cicák eladóak 80 ezer forint körül, és ki az, aki egy szapis ennyit adna? Egy kicsit, tehát ki a... Értem. Jó, tehát a jófogáson, attól, hogy valaki hirdet a jófogáson, attól még nem biztos, hogy szaporító, ez itt valami tévhit. Annyi a különbség, hogy mostanában inkább a közösségi oldalakra tért át a közönség, és nem nagyon a hirdető oldalakra. Az macskák ára sem feltétlenül jelenti azt, hogy ő szaporító, avagy nem. Bár fogalmam sincs, hogy tud kijönni 80 ezer forintos eladási árral, tényleg nem tudom, mert még az én eladási árammal is nagyon sokszor bajban vagyok, tehát tényleg sokszor érzem azt, hogy hát tényleg nem éri meg, amit csinálok, hanem ez abszolút szerelem. Imádják ezt a csörgő-zörgő játékot. Úgyhogy jut eszembe, ha 3 cicát szeretnék, akkor mennyi kaparófát vásároljak? Egy is elég, ha az jó minőségű és nagy. Tehát attól, hogy 3 cica van, az nem jelenti azt, hogy vagy 4 cica, vagy 5 cica, hogy 4-5 kaparófa, tehát a macskák számának növekedésével növekedjen a kaparó oszlopok száma. Inkább itt azt szeretném külön megjegyezni, hogy itt most nem az a lényeg, hogy hány kaparófánk van otthon. Hát az egy legyen, tehát egy legyen, valami legyen, amit tud kaparni a macska, hanem az a fontos, hogy a ház vagy a lakás mennyire macskabarát. Tehát milyen ugrási, magaslati lehetőségek vannak a macska számára? Avagy nincsenek? Milyen elbújási lehetőségek vannak? De ez megint egy külön téma, ami minimum egy óra. Ha 3 cicát szeretnék, mert ugye én 3-at szeretnék, akkor mindegyiknek külön szállító boxot vásároljak? Igen. Egyfelől praktikus, hasznos, mert ha tegyük fel, van valami, mondjuk ez nagyon ritka, hogy egyszerre 3 cicával legyen probléma, de 2 azért minimum legyen. Hogyha
két nagy. De azért jobb, hogyha minden cicának van külön egy szállító boxocskája. Hát ennyi volt már a kérdez felelek, és remélem, hogy tetszett nektek a mai videóm. Ha igen, akkor nyugodtan lájkoljátok, és ne felejtsetek el kérdezni ti is, hogyha valami fontos most ebből az összefoglalóból kimaradt, vagy bennetek is felmerültek kérdések, nem kötelező csak a Maine Coon-nal kapcsolatban, bármely mással kapcsolatban is szívesen veszem a kérdéseket, ne fogjátok vissza magatokat, nyugodtan itt a videó alá dobjatok egy kérdéssort, és nagyon szívesen megválaszolom, illetve hogyha szeretnétek még ilyen kérdezfelelek videót, nyugodtan jelezzétek nekem ezt is. És akkor előjáróban annyit elmondok, hogy a következő videóm témája a Zooplus lesz, Zooplus rendelés. És csodaszép napot kívánok minden kedves cica barátnak! Sziasztok!